Gyertyás körmenetet tartottak a Székesegyházban vasárnap reggel. Az 1711-es pusztító pestis járványt követően megfogadta a lakosság, hogy minden évben így emlékeznek meg az áldozatokról és Isten segítségéről, valamint Szent Sebestyén közben járásáról, amelyet akkor kértek. A Szent Sebestyén oltárnál a minden szentek litániájával kezdődött az áhítat. A város fogadalmi miséjét Székely János megyéspüspök celebrálta, részt vett rajta több önkormányzati képviselő mellett Puská. Mástivadar polgármester is.